Sziasztok, itt vagyok Villányban, a Bokcsalád első pincéjének teraszán, és egy nagyon különleges, de annál egyszerűbb salit mutatok nektek, amire nekem szükségem van hozzá. Dinnye, feta sajt, olajbogyó, és nem csak a zöld, hanem a fekete is, ami belekerül a saliba, ezen kívül dió, és mentával turbózom fel, na meg egy nagyon különleges szőlőmagolajjal. Természetesen ez adja az édességét, úgyhogy ha mondjuk dresszinget szeretnétek hozzá készíteni, akkor a dresszingben nem kell méz, sem cukor, hanem választhatok méz édes dinnyét. Dinnye benne, mehet hozzá a feta sajt. Lila hagyma is remekül feldobja ezt az ízvilágot. Itt van a zöld olajbogyó, az is röpülhet hozzá. Amikor profi séfek finom ételeket alkotnak, mindig figyelnek arra, hogy legyen bennük édes, sós, keserű, savanyú, na meg néha csípős is, és arra is figyelnek, hogy milyen textúrákat kevernek össze, milyen állagokat. Fetasajt krémes, bogyó benne darabos, lila hagyma hosszúkás, és itt van a dió, amitől nagyon ropogós lesz ez a sali. Végül, de nem utolsó sorban, a kék szőlőmagolaj, amiből én nem is keveset a salira öntök. Már csak azért is, mert ha nem hőkezeljük az olajat, tehát nem sütünk vagy főzünk vele, hanem salátákba tesszük, akkor megőrzi értékes tápanyagtartalmát, vitamintartalmát, és sokkal intenzívebb lesz az íze. Én ezt a salátát most kitálalom, ti pedig készítsétek el, ígérem, nem fogtok benne csalódni. Ha minőségi alapanyagokat, minőségi olajat használtok, akkor a végeredmény ilyen színpompás, ilyen egészséges lesz. A receptet megtaláljátok a szőlőmag.bok.hu-n. Sziasztok!